estéket, Önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják, Víg Gabriella vagyok, fő témáink néhány mondatban. Tűzijátékok szilveszterkor, súlyos sérüléseket okozhatnak a felelőtlenül használt eszközök. Újévi fogadalmak, gyakran fulladnak kudarcba az óévben megfogalmazott célok. Püspöki újévi köszöntő, az első közös évre hálával tekint vissza Felföldi László. Futással búcsúztatták az óévet, Bonyhádon és Tolnán is sportosan köszöntek el 2021-től. Minden évben történnek súlyos balesetek a szilveszteri tűzijátékok használata miatt. Ezek az eszközök ugyanilyenkor legálisan használhatóak, ám a rendőrség szóvivője azt mondja, fontos, hogy néhány alapvető szabályt betartsunk. Tűzoltók oltják a pirotechnikai eszközök miatt keletkezett lángokat. Minden évben történnek hasonló balesetek szilveszterkor idehaza. Ráadásul ugyanilyen gyakoriak az év utolsó napján a súlyos sérüléssel járó esetek is, amiket tűzijátékok okoznak. Ilyen eszközöket december 28-ától lehet vásárolni, de használni csak 31-én délután 6 és január 1-e reggel 6 óra között lehet. A tűzijáték árusoknak a rendőrség engedélyére van szükségük. Tolna megyében idén közel 20-an kaptak ilyet. A hatóság munkatársa azt mondja, fontos, hogy a pirotechnikai eszközök használatakor tartsunk be néhány alapvető szabályt. Az egyik legfontosabb az, hogy csak olyan helyen vásároljunk ilyen eszközöket, akik engedéllyel rendelkeznek, és ezeknek az eszközöknek a használati útmutatója magyar legyen. A fel nem használt tűzijátékokat az árusok kötelesek visszavenni. Általában ott személyt nem fognak találni, viszont biztosan egy telefonszámot, amelyet, hogyha felhívnak és egyeztetnek a bódé üzemeltetőjével, akkor a pirotechnikai eszközöket vissza tudják díjmentesen váltani. Az árusok egyébként már évek óta arra panaszkodnak, hogy bár kötelező lenne, szinte senki nem viszi vissza a tűzijátékokat. A helyi adottságoknak megfelelően szervezik majd a háziorvosi praxisokban a januárra tervezett hétvégi oltási napokat rugalmas keretek között, mondta a háziorvosok országos kollegiális szakmai vezetője. Békási Szabolcs hozzátette, a szakmai szervezetektől és a háziorvosoktól több ellátásszervezési javaslat érkezett, hogy minél gördülékenyebben lehessen ezeket az oltási napokat megszervezni. Több szempontot kell figyelembe venni, így a vakcinakészletgazdálkodást, az adott praxis hozta tartozó átoltottságát, a helyi infrastruktúrális feltételeket, vagy azt, hol van helyettesítéssel ellátott vagy be nem töltött praxis, ismertette. Ezeket a javaslatokat az országos oltási munkacsoport szerdai ülésén napirendre vették, tette hozzá. A szakember kiemelte, a háziorvosok plusz finanszírozást kapnak a hétvégi oltási napokra. Az 51. héten országos átlagban stagnáló tendencia jellemzi a szennyvizek koronavírus adatait. Az országos átlagkoncentráció továbbra is jelentős, szinte valamennyi mintavételi helyen stagnáló tendencia figyelhető meg, csökkenés csak Kaposvár esetében tapasztalható, emelkedés egyik vizsgált városban sem volt mérhető. A koncentráció 8 vizsgált minta esetében az emelkedett, míg 14 esetben, köztük Szekszárdon is a mérsékelt koncentráció tartományba esett. Kudarcba fulladnak újévi fogadalmaink. Szakemberek szerint nehéz az évek óta tartó rossz szokásainktól megszabadulni, ezért fontos, hogy környezetünk is támogasson céljaink elérésében, illetve elengedhetetlen a fokozatosság és a tudatosság. Kertész Ágnes pszichiáter szerint tervezés nélkül borítékolható az eredménytelenség. Új év alkalmával sokan tesznek fogadalmat, legtöbbször arra, hogy felhagynak a rossz szokásokkal, és egészségesebben étkeznek, többet mozognak. Azonban gyakran pár hét elteltével elmúlik az ambíció. Szakemberek szerint elsősorban a fokozatosság hiánya, ami miatt kudarcba fulladhatnak újévi terveink. 20-tól. Ebből nyugodtan, ha megy, akkor mehet 16. Kenyrát Henrietta, szekszárdi edző azt mondja, 10 emberből 9 már egy hónap után feladja. Ahhoz, hogy az utóbbit elkerüljük, elsősorban ne távlati célokban gondolkodjunk. Nagyon sokszor halljuk, a csapból is ez folyik, hogy az étkezés a 70%-a. Tehát valaki eljöhet edzeni, és hetente 5-ször edzhet, hogyha nem úgy étkezik, hogy az megfelelő mennyiségű tápanyagokat vigyen be a szervezetébe. De ha már elhagyja a fehérlisztet, elhagyja a cukrot, és rostokat eszik, akkor már egy lépéssel közelebb van, illetve a napi 5-szöri étkezést, azt nem
győzöm hangsúlyozni. Kertész Ágnes pszichiáter szerint nagyon nehéz az évtizedek óta berögzült rossz szokásoktól hirtelen megszabadulni. Tudatosan kell készülnünk azokra, és fontos, hogy a minket körülvevők is támogatást nyújtsanak. Talán a legfontosabb a tervezés, hogy egy végig gondolt, előre tervezett, és nagyon gyakran fokozatosan bevezetett fogadalom betartásra van szükség, hiszen a rossz szokásainkat nagyon-nagyon nehéz elengedni. Az is nagyon fontos, hogy ne valamiről lemondjunk, hanem hozzátegyünk valamit. A pszichiáter azt mondja, gondoljuk át, mi az, ami szükséges ahhoz, hogy hatékonyak legyünk, és érdemes naplót is vezetni a részeredményeinkről. Változnak a veszélyhelyzet idején lejáró okmányokkal kapcsolatos szabályok. Januártól nem a veszélyhelyzet megszűnésének időpontjához kötik a lejáró hivatalos okmányok érvényességi idejét, hanem konkrét dátumot jelölnek meg, június 30-át. Egy korábbi szabályozás nem konkrét dátumot jelölt meg, hanem a veszélyhelyzet megszűnésének időpontjától számított 60 napban határozta meg az okmányok érvényességi idejét. Az erről szóló kormányrendelet azonban januártól hatályát veszti, a Magyar Közlönyben kedden megjelent kormányrendelet szerint. Az országgyűlés még karácsony előtt döntött a veszélyhelyzet meghosszabbításáról, és ezzel összefüggésben több szabályozási kérdésről. Utóbbiakról a Magyar Közlöny december 17-i számában jelent meg a parlament által elfogadott törvény, amely többi között rögzíti, hogy akinek 2020. március 11-e és 2020. július 3-a között vagy 2020. november 4-e és 2022. május 31-e között járt vagy jár le a hivatalos okmánya, az 2022. június 30-áig érvényes lesz. Az első közös évre hálával tekint vissza Felföldi László megyés püspök, és bízik abban, hogy a megkezdett utat 2022-ben is együtt járhatja Baranya és Tolna megye közösségeivel, családjaival. A főpásztor újévi köszöntőjében emlékeztetett arra, hogy az idő a legkülönlegesebb a sorsunkban, hiszen az lehetőség az életre, a szeretetre. Közös missziós munkára hívja Baranya és Tolna megye lakosságát Felföldi László megyés püspök. A 2021-ben felszentelt főpásztor az ismerkedés évének nevezte a most véget érő esztendőt, és arra kéri a pécsi egyházmegye közösségeit és a családokat, hogy az egyre inkább elmagányosodó világunkban keressék azt a helyet, ahol erősödik a kapcsolatunk Istennel és egymással. Azok az érzések vannak bennem, és tényleg most ez így belül a szívem legmélyén van, hogy nagyjából az ismerkedési szakasznak a végére értem. Természetes, hogy még nagyon-nagyon sok mindent mélyebben, jobban meg kell ismernem, de az első évnek ez volt a fő feladata, és ebben éltem, dolgoztam, utaztam nagyon sokat, hogy találkozzak, jelen legyek, és most azt gondolom, a következő évben elkezdhetünk együtt gondolkodni, együtt tervezni, együtt dolgozni, egyházközségekért, közösségekért, családokért, egyházmegyéért. És már látom azokat a szíveket, azokat az embereket, azokat a jó szándékú lelkeket, akiket az Isten szeretete hív és küld ebben a nagyon fontos, nagyon értékes, de különlegesen szép missziós munkában. A főpásztor életünket mérlegnek nevezte, melynek egyik serpenyőjében a múlt, a másikban a jövő van. Mint fogalmazott, az idő a legkülönlegesebb a sorsunkban. A múlt elment, a jövő még nem érkezett meg. Az idő lehetőség az életre, a szeretetre, amikor az ember családja és közösségei életét szebbé, értékesebbé és szeretetteljessé tudja tenni, mondta Felföldi László megyés püspök újévi köszöntőjében. Hagyományos úgynevezett malackergető futással zárták a 2021-es évet Bonyhádon. A sportolók két távot teljesíthettek, a hosszabb olyan városrészeket érintett, ahol az elmúlt időszakban komolyabb fejlesztések valósultak meg. Több százan készülődtek az újonnan átadott bonyhádi sporttelepen, hogy egy könnyed futással is búcsúztassák az óesztendőt.
A szervezők ezúttal arra is odafigyeltek, hogy a résztvevők visszaemlékezhessenek az elmúlt évek eredményeire, fejlesztéseire, hiszen a 2022 méteres pálya ezeket a létesítményeket is érintette. Nagyon remek alkalom erre az utolsó éves kis mozgolódásra. Szép idő van, én azt gondolom, hogy sokan is lesznek, és azért is szerveztük meg ezt így. Nem csak itt a sportpályán futunk körbe-körbe, hanem azért megyünk ki a városba, hogy legyünk büszkék arra, amit az utóbbi időkben elértünk. Nagyon szépen fejlődik a város. 3, 2, 1, rajt! A mezőny tagja volt Potápi Árpád János, nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolna megye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője is, aki azt mondta, tapasztalatai alapján a sportolás tekintetében ketté szakadt a város. Két véglet kezd kialakulni. Van egy egyre szélesebb közönség, akik minden nap szinte mozognak, valamit tesznek az egészségük megóvása érdekében, és sajnos eléggé széles réteg, akik viszont semmit sem tesznek. Úgyhogy jó lenne, hogyha ezt a kettőt lehetne közelíteni egymáshoz, minél többen mozogjanak, és nem csak az új évet fejeznék így be, hanem az új évben is vinnék tovább ezt a szokást, vagy minél többen csatlakoznának ehhez. A szervezők minden résztvevőnek kis ajándékkal kedveskedtek, és a tombola sorsolás győztese pedig egy konyhakész újévi malaccal lett boldogabb. Tolnán is közös futással búcsúztatták az új évet. A városban már közel 2 évtizedes hagyománya van annak, hogy amatőr és profi sportolók annyi métert kocognak, amelyik év éppen véget ér. Idén így 2021 méteres távot teljesítettek. Hátra! 1, 2, 3, 4! Vissza! 2, 3, 4! Közösen melegítettek be Tolnán, az év utolsó sporteseményének is mondható. Minden korosztályt megmozgató szilveszteri futás előtt a település lakói. A résztvevők a rövid átmozgatást követően összesen 2021 métert tettek meg a helyi sportpályán. A kéz élével óvatosan elkezded ütni jobb oldalt, így a jobb csukjás izmát. Tavaly egy kis méhú repülés, sajnos, de idén akkor újra megrendezzük. A célja ráhangolódás a szilveszterre ezen kívül, és egy kis azonos érdeklődési körben eltöltött csoportos tevékenység. Immár 20. alkalommal rendezte meg évzáró programját a Tovább Szabadidős Társaság. Az eseményen közel 60-an vettek részt. Ez egy hagyományosnak mondható rendezvény itt Tolnán. Minden szilveszter napján 10 órakor itt azok a futóbarátok itt összegyűlnek, akik kedvelik itt ezt a sportot, és gyakorlatilag itt egy kicsit elbúcsúztatjuk az új évet, és együtt egy kis forralt bort, egy kis teát elfogyasztunk. Az ünnepi lakoma ledolgozása mellett a sportolás népszerűsítése is cél volt Tolnán. Regionális híreink következnek. Apa-fia foci különleges sportrendezvénnyel zárták az évet Kozár Michelinben. Bulikellékek az év búcsúztatóra. Idén is lágertermékek a színes szallagok, a konfetti és a maszkok. Szerelem és köbméterek. Személyes hangvételű levél is érkezik a pécsi vízszolgáltatóhoz. Apák és fiúk együtt a focipályán. Kozár Michelinben így zárták a 2021-es évet. Az utánpótláskorú játékosok és szüleik szép számmal érkeztek az első alkalommal meghirdetett tornára december 30-án. Ezen a napon nem az eredmény számított, hanem az, hogy közösen önfelett mozgással zárja az új évet a Kozár Michelini foci család. Évvégén nem csak a pálya széléről szurkoltak fiaiknak a Kozár Michelini focista apukák, hanem együtt rúgták a bőrt egy jó hangulatú tornán. Összesen 7 vegyes csapat játszott körmérkőzést a műfüves csarnokban. Erről szólnak a mindennapjaink, sőt, nekünk a hétvégéink is, mind a két fiam focizik, az egyik a PVSK-ban, a másik pedig itt a Kozár Michelinnél, úgyhogy heti 5 edzés, 4-5 edzés, plusz hétvégén meccs, mi másról szólna az életünk. A felső szekcióban a legidősebb utánpótláskorúak között Pánovics Tamás lett szeptember hónap játékosa. A méltatásban nem csak kimagasló gólérzékenységét, hanem játék intelligenciáját és a játék iránti alázatát is kiemelték. Mint mondja, büszke édesapjára, az első 2 meccsüket meg is nyerték az apa-fia tornán. Nagyon jól játszik, nagyon szeretek mindig együtt játszani vele, sokat passzol nekem, meg jól össze tudunk játszani,
változtatnia szerintem nem kell, mert hát már kiöregedett szerintem, úgyhogy így tökéletes. A tornán a klub vezetősége is képviseltette magát, de nem csak nézőként. A 3 hetes kisfiammal még nem annyira tudunk, kislányomat pedig hazavittem kicsit, ő megunta az esemény, de még az is lehet, hogy pályára lépek, mert azt látom, hogy nagyon jó hangulatú mérkőzések vannak, és azt érzem, hogy ő kezdek kedvet kapni ehhez. Az apa-fia tornával a klub azt szeretné, ha még jobban összekovácsolódna a kozármislenyi foci család. Színes szalagok, konfetti, maszkok, csak néhány azok közül a szilveszteri kellékek közül, amelyeket az ünnep előtt meg lehet vásárolni. Az új évet sokan búcsúztatják ilyen kiegészítőkkel. Színes szilveszteri kellékek, Pécset már több ponton is látni ilyen árusító helyeket. Az állarcokon át a parókákig minden megtalálható. Az új év első pillanatait többen ilyen kellékekkel várják. Ennél a standnál ott jártunkkor épp olyan hölgyekkel találkoztunk, akik unokáiknak szeretnének kedvezni. A trombita, igen, az mindenképpen, most néztek csak épp az állarcokat. Nem lesz nagy ünneplés, az unokatesóval leszünk így együtt. És hát most keresik ezt a kis robbanó patront, mert azt kértem még a másik unokám, ennyi. Trombitát, az unokámnak egy ilyen kis sapkát szilveszterre, mert szilveszterezni fogunk ketten. Igen. Mi lesz a program? Hát semmi, csak én vigyázok rájuk, és akkor az anya elmennek mulatni egyet, mennek bulizni, ennyi. Az apróbb termékek, mint a konfetti, a kisebb trombiták, díszek vagy egyszerű állarcok 200-300 forintba kerülnek, de kapható színes hajszpré, nagyobb fejfántok és csákók is, amik nem érik el az 1000 forintot. Az ilyen általában egyszer használatos parti kellékeket szívesen vásárolják gyerekek részére, de a felnőttek is bulizhatnak a mókás kiegészítőkkel. Néha különleges visszajelzések is eljutnak a fogyasztókhoz a Tettye forrásház ügyfélszolgálatára. Példa erre az a kedves levél, amelyben párkapcsolati sikerét is megosztja a vízszolgáltatóval az ügyfél. Azonban sokszor azért keresi fel a tulajdonosokat a Tettye, hogy jóindulatú figyelmeztetéssel hívja fel őket a hirtelen megnövekedett vízfogyasztásra. Emögött ugyanis súlyos hiba lehet, ami sok pénzébe kerülhet a fogyasztónak. Gyakran kapnak visszajelzéseket a fogyasztóktól a Pécsi Tettye Forrásház munkatársai, mondja a cég sajtóreferense. Akad közöttük különleges is. Egy uránvárosi felhasználótól érkezett ez a szokatlan hangvételű e-mail. Egy női fogyasztónak küldtek levelet, amiben arra hívták fel a figyelmét, hogy a vízúra leolvasása alapján jelentősen megnövekedett a vízfogyasztása. Erre érkezett ez a személyes hangvételű válasz. Köszönöm, hogy levélben jelezték, megnövekedett a vízfogyasztásom. Tavaly december óta nem vagyok egyedül. Lett párom, így többet mosok és több vizet fogyasztunk. Ez nem problémát jelent, hanem boldogságot. Kérem, küldjék az elszámoló számlát, amit kiegyenlítek. Természetesen a vízszolgáltató csak arra akarta felhívni a figyelmet, hogy a hirtelen megnövekedett vízhasználat akár rejtett csőtörésre is utalhat. A leolvasások után havonta átlagosan 350 ügyfelet értesítünk a leolvasáskor tapasztalt szokásosnál magasabb fogyasztásról. Ha a vízfelhasználás az éves duplájára emelkedik, akkor jelezzük ezt az ügyfélnek tértiveményes levélben, vagy a kollégánk a helyszínen, hiszen ez egyébként egy rejtett csőtörésre is utalhat. A jelzésekre gyakran érkeznek köszönetek, de ilyen kedves levelet elég ritkán kapunk. Évente egyszer olvassák le a vízórákat, ezért érdemes a tulajdonosoknak maguknak is ellenőrizni a két alkalom között a mérőszerkezeteket, hogy elkerüljék a bajt. Egy csőtörésnél a víz nem mindig tör a felszínre, és egy család napi vízfelhasználásának akár a többszöröse elfolyhat egyetlen óra alatt. A belső hálózatot egyszerűen ellenőrizhetjük, zárjuk el valamennyi kifolyó szerelvényt a hálózaton, és hogyha a vízmérőn a legkisebb csillagkerék még mindig pörög, akkor az szivárgást, valami bajt jelez a hálózaton. A legfontosabb, hogy megkeressük a baj forrását, és ne várjunk a javítatással. Ugyanis az elfolyt vízmennyiséget ki kell számlázni. Ez pedig nem biztos, hogy azért lett magasabb, mert az adott fogyasztóra időközben rátalált a szerelem, és hozzáköltözött a párja. Végül mutatjuk újra röviden, hogy miről szólt a híradó. Tűzijátékok szilveszterkor súlyos sérüléseket okozhatnak a felelőtlenül használt eszközök. Újévi fogadalmak. Gyakran fulladnak kudarcba az óévben megfogalmazott célok.
Püspöki újévi köszöntő. Az első közös évre hálával tekint vissza Felföldi László. Futással búcsúztatták az új évet. Bonyhádon és Tolnán is sportosan köszöntek el 2021-től. Új év napján erős, olykor viharos szél fúj majd. Zömében változóan napos, felhős időre van kilátás. Vasárnapra legyengül a szél, reggel párás, foltokban ködös, napközben zömében felhős, itt-ott derengő, szűrt, napsütéses idő valószínű. Az előző napokhoz képest kissé csökken a hőmérséklet, de az évszakos átlagnál továbbra is enyhébb idő látszik kialakulni. Hétfőn hideg front érkezik, sokfelé fúj ismét erős, olykor viharos szél, és újból enyhül az idő. Már a magam és a kollégám nevében is megköszönöm, hogy velünk töltötték az új év utolsó estéjét, tegyenek így 2022 első napján is. Addig is nagyon boldog szilveszter éjszakát, és sikerekben, eredményekben és örömökben gazdag új évet kívánok Önöknek, valamennyi kollégám nevében is. És ne felejtjék, friss hírekkel legközelebb hétfőn este jelentkezünk. Addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!